Köszöntöm a Pannon TV nézőit a mai kincses ládánkkal. Észak-Bánátba látogatunk oda, ahol a település apraja nagyja tűzoltó szeretne lenni. Utána járunk, hova tűnt egy éjszaka alatt a szomszéd település lakosságának 90%-a, és birkapörköltet készítünk. Tartsanak velünk Szajánba! Szaján, Vajdaság északbánsági körzetében fekszik, Nagy Kikindától 17 kilométerre nyugatra, az Aranka folyó közelében. Közigazgatásilag Nagy Kikinda községhez tartozik. A falu mai területén már az ókorban is éltek emberek. 2011-ben 1170 lakosának több mint 80%-a magyar volt. A településen átutazóknak feltűnhet a mögöttem lévő épület, amely valaha kastély volt, ma viszont magánkézben van, így sajnos belülről nem tudjuk megnézni. Polgármester úr, Szaján ugye észak-bánáti település. Úgy tűnik, mintha csak egy utcából állna, de ez ugye nem igaz. Hát igen, ez nagyon téves. Aki csak keresztül utazik a falun, az azt hiszi, hogy ez az egy kis főút, ebből áll a falu, valójában fordítva helyezkedik el a falu, és egy olyan 4 kilométer széles, gyakorlatilag akkora területen fekvő település, mint maga Zentaváros. És nagy múltra tekint vissza. Igen, nagy viharos múltra. Mert azért számtalan kolera járványtól kezdve törökök felégették az 1550-es években, 1600 körül a tatárok, aztán a zentai csatából visszavonuló vertörök sereg olyan szinten szétverte a falut, hogy gyakorlatilag szinte megszűnt létezni. 1700-as évek tájékán már csak Szaján pusztaként emlegetik a ránk maradt írásokban. 1802-ben megindult a újbóli betelepítése, sokadik betelepítése Szajánnak, amikor is zömében Szeged környéki dohánytermelő családokat telepítettek ide. Akkor gyakorlatilag dohánytermesztéssel foglalkozik a falu, vagy mással is? Mára már nem, mert azért a jelenlegi gazdasági helyzet, a dohány felvásárlási ára elég alacsony, és ez rengeteg kézi munkát igényel, de alapjában véve országosan elismert dohány termelő vidék volt, település volt Szaján annak idején. Ebből ered különben a falu különleges struktúrája is, mert ahhoz, hogy ugye tudjuk, a dohányal rengeteg kézi munka van, rengeteg kézi munkát igényel, és hogy ne veszítsék a termelők az időt az utazással oda-vissza, akkor mindegyik háznál ilyen 2 holdnyi földterület volt. Gyakorlatilag a kert abból áll. Így van, és ott végezték. Manapság mivel foglalkoznak? Manapság inkább a tejtermesztés, tejtermelés és a vágómarha tenyésztés. Ez a kettő, ami a legjellemzőbb. Jelen pillanatban most Szaján központjában tartózkodunk? Igen.
legszélesebb központ az ugye a templomtól húzódik, de a szűkebb központnak ezt a részt nevezhetjük. Itt található a kultúrotthonunk, a Vadász Egyesület épülete, az egészségháza, a községháza, de itt van az iskolánk, óvodánk, kettő kis boltocska is, pékség, tehát amire ugye egy településnek szüksége van. Általános iskolával rendelkeznek, magyar nyelvű az oktatás? Igen, csak magyar nyelven folyik jelenleg oktatás. Oktatás 8 osztálya, tehát elsőtől 8-ig. Azért jelentősen megcsappant a diákok száma mára osztályonként. Amire még valamikor büszke voltam, hogy tudtam mondani, hogy 10, hát ez már azért nincs 10, mondjuk legyen 7-8 fő az átlag, ami osztályonként van. Igen. Hány fős ez a település? A 2011-es népszámlálás adatai szerint 1164 főt számlál. Hát valójában azért más a helyzet, mert sokan elköltöztek, illetve ha nem is költöztek el véglegesen, de külföldön dolgoznak. Én mondjuk egy olyan 800-as szám, lélekszámot mernék így azt mondani, aki valóban itt is él jelenleg. Azért voltak ettől többen is, és ha jól tudom, van egy érdekes története a településnek, amikor is egy éjszaka alatt hirtelen megcsappant a lakosok Igen, száma. Ez a negyedik felégetése után történt a falunak, ugyanis az 1849-ben észak felé vonuló szerb szabad csapatok azok szintén fölégették negyedszerre a falut. Az utána 1850-ben történő betelepítések során Tajnai János kisnemes egy külön községet, külön települést hozott létre, Szajántól nem messze, ahová csupán kizárólag bánáti svábokat telepítettek be, főleg zöldségnövényeket, konyhakertészettel foglalkoztak. Ami hát ugye ezen a székes, szikes talajon, amit mi csak úgy hívunk, hogy székszutyék, ami minket körülvesz a faluban, meglehetősen nehezen boldogultak. Gyakorlatilag néhány év alatt, ilyen 3-4 év alatt teljesen tönkrementek, és olyan szinten eladósodtak, hát legalábbis mi ezt találjuk egyetlen magyarázatnak arra, ami történt. Gyakorlatilag egy éjszaka alatt szinte mindannyian elköltöztek a faluból, úgyhogy a mécseseket égve hagyták az ablakokba, hogy senkinek ne tűnjön föl, hogy ők már nincsenek a településen. Ők már nincsenek a településen, úgyhogy 77 családi házból szinte mindenki eltűnt, kiköltözött egy éjszaka alatt. 1850-ben jött ugye létre ez a település, 1880-as évek folyamán megszűnt létezni, mint önálló község, és akkor politikailag ugye Szajánhoz csatolták. Ez is érdekesség, ahol most megálltunk. Hát igen, ezt az idei évben sikerült márciusban átadni. Ugye mindenfelé halljuk folyamatosan, hogy nem egészséges a víz, emberi fogyasztása, igen, nem alkalmas. Mi azért annak ellenére, legalábbis én személyesen egyáltalán nem tapasztalom ezt, de hát azért a lakosság annak a részére, aki úgy gondolja, hogy ez mégsem megfelelő neki, akkor létrehoztunk egy ilyen teljesen vegytiszta, biológiailag tiszta vizet adó ivóvízkutat. Így van. Tehát Kútvíz. Minden egészségügyi szempontnak, meg elvárásnak megfelelő vizet Szent biztosít. Istvánhoz nagyon kötődnek, ugyanis ha jól tudom, akkor róla nevezték el a templomot is. Így van. Szent István a falunk védőszentje. Augusztus 20-án van a falunapja, illetve a búcsú. És hát ennek hozadékaként értelemszerűen az ivóvízkutunkat is így neveztük el, így van. Thank you.
Szaján második templomába vagyunk, ami a Szent István király nevet viseli. Miért a második templom ez a településen? Hát az első templomunkat az 1849-es árvíz tönkretette. Az még vályogból épült zsindelytetővel, és kisebb is volt, nem volt tornya neki. És 1880-ban lett építve ez a második templomunk. Mit jelent a hívőknek az, hogy a templomot Szent István királyról nevezték el? Van különösebb jelentése számukra? Hát valamilyen különös jelentése nincs, de mégis van egy olyan, hogy a faluba még mai napig is dominál az István név. Rendszeresen tartanak szentmisét a templomban, tehát nyitva van a kapu. Igen, igen. Első áldozás, bérmálkozás minden van? Minden évben van első áldozás, minden második évben van bérmálkozás. Ez azt jelenti, hogy van elegendő fiatal hívő. Igen, vannak fiatalok, és hát ennek örülünk is, hogy nem, na jó van, a lakosság fogyatkozik, de a fiatalok száma az nem fogyatkozik a templomba, hanem hát lehet mondani, hogy szaporodnak. Hittanra járnak első osztálytól 8. osztályig a diákok, és hittany versenyekre járnak minden 2-3 hónapban. Eddig még mindig első díjat értek haza, aminek nagyon örülünk. A templomnak van még egy érdekessége, ez az oltárkép. Igen. Igen, az oltárképünk, hát Aradról kaptuk templom elkészülése után, Szent Istvánt ábrázolja és Imre herceget. Ez 3 év előtt átrestaurálva, úgyhogy visszakapta eredeti színét és varázsát, ami szintén a falunknak egy büszkesége, hogy ilyen szép nagy oltárképünk volt. Már kívülről is látszódik, hogy azért felújítási munkálatok folynak és zajlanak folyamatosan a templomban, hiszen fel van újítva ugye a bejárati rész. A vitrázsok is, illetve hát a vitrázs ablakok is gyönyörű fényben pompáznak. Ezek is fel vannak újítva? Újítva nincsenek, takarítva vannak csak, de újítás még nem lett rajtuk. De milyen idősek ezek az ablakok akkor, hát, hogyha nem volt újítva? 105 és 115 év közt. Nagyon szépek a csillárok is, amik itt találhatók a templomban, és megvilágítják az egész épületet. Igen, csillárokat is a falu lakossága, hívők közadakozásából vásároltuk és szeretjük be, mert el voltak avulva régi világító eszközök, és hát ezt egy évig ilyen pénzadakozásból lettek megrendelve és beszerelve, aminek nagyon örülünk, hogy ez is föl lett újítva. És hát ez is még egy picit közelebb hozza a hívőket a templomba járáshoz, a templomhoz, igen, hiszen egy picit magukénak érzik azt, hogy igen, ők is segítettek, beleadtak. Még amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány harang lakik a toronyban? Toronyban 3 harang lakik, de most jelenleg nem használjuk őket, mert a legnagyobb harangunk elrepett és hangját vesztette. Ennek ellenére azért szól a harangszó. Szól a harangszó. Egy vidékre elköltözött szajáni polgárunk megajándékozta falunkat elektromos haranga a Szent István Bazilikának templom harangját. Imitálja, vagyis az van fővételezve. És reméljük, hogy azok is betévednek, akik csak elmennének a településen, hát igen, és megnézik majd, hogy milyen szép belülről is a templom. Thank you.
lépés a futás, 9 kenyér dagasztás. Abból bizony nem eszel, ha halálra beteg. Sziasztok! Végbi előtt a futás folytatódna, egy pici szünetet kérek. Rám figyeltek majd? Igen! Jó. Itt vagyunk az Ady Endre Művelődési Egyesületben, és megtudjuk, hogy mi ez a játék, és kik ezek a fiatalok. Sziasztok! Mit játszottatok az előbb? Hogy a túlrúgomászony. És így kezdődik minden próba? Nem. Igen. Ez a próba része? Igen. Tehát gyakorlatilag ti így bemelegítetek. Igen. És ezután mi jön? Tánc. Táncoltok? Igen. Milyen táncot? Néptánc. Somogyi ugrós. És mit tudtok még? Rába közit. Régóta táncoltok? Igen. Jó két éve. Ez így körülbelül 1-2 éve táncoltok, de hát ebbe ugye belefér egy jó pár fellépés is. Igen. Nem izgultok fellépéskor? Néha. De ez ugye nem ront a fellépés minőségét. Nem. Na de gondolom, hogy nem csak tánccal foglalkoztok. Van-e még más hobbitok, hiszen fiatalok vagytok? Én járok tűzoltóság. Tűzoltóság. Lovaglás. Reppelés. Lovaglás? Hol tudsz lovagolni? A rokonomnál. Rokonodnál? De jó. Reppelés. Hát azért a rep meg a néptánc nem éppen testvérek. Én meg inkább néha az iskolába így néha járok szakkörre. Milyen szakkörök vannak a van öt. Van rajzszakkör, van ilyen történelem, matematika, magyar, meg ilyenek, és néha van torna, búj szakkör. És otthon helyt tudtok-e állni? Mi igen, otthon? Szoktunk segíteni a szülőknek. Jószág körül? Milyen jószágok vannak otthon? Kecske, hén, disznó. Van azért házi kedvencünk. Kutya, macska. Volt macskánk, meg nyulunk. Nem félsz a libától? Nem. Azt mondják, az csíp. Igen, mert csíp. Főleg, hogyha mérges. Ugye? És akkor említettetek most pár táncot. Mi az, amit megtanultatok, amit már befejeztetek? Rába közé. Megmutatjátok nekünk? Jó. Igen. Félix, te leszel a bűregény. Válasz magadnak, mennyasszony. Szárkodtálom! Majd én meg leszek a fa. Térdeljetek előgény. Páter, Roszter, a pácsuszter. Álljatok fel. Tisztelete méltó jelen gyülekezet, férfi és női nemből álló felkezet. Mondanék én valamit, ezért felkérem a nagy érdekű közönséget, hogy maradjon szép csendben, mert megkezdődik az esketés. Félix, szereted el a lényeget? Akkor mondd utánam. Én Savanyú Félix. Esküszöm a bátyám életére. Hogy a karomon lévő. Tyúkolban nevelkedett. Hosszú hajú, rövideszű lányzót szeretem. Véle heverésze. Szereted-e Félixet? Igen. Akkor mondd utánam. Én édes Evelin, esküszöm a nővérem nevére, hogy a karomon lévő, ökörcsordával nevelkedett, nagyfülű büdös lábú legény szeretek, véle tűrök. Ásó kapanácsorang, válasszon el benneteket! Amen! Akkor most húzzátok el az én nótára! Szent Adási Sopritus!
Az Ady Endre Művelődési Egyesület egyik szakcsoportját láthattuk. Az elnökasszonyt kérdezem, hogy milyen csoportok vannak még az egyesületen belül? Az egyesületen belül van a drámai csoport, a gasztronómiai csoport, aki a hagyományos ételekkel szokott szerepelni, van a multimédia csoport, most alakulóban van a férfi kórus, amire nagyon büszke vagyok. Nagy az érdeklődés már? Hát 6-7-en vannak eddig. Az jó. És milyen eredményeket mutathat fel eddig az egyesület? Tehát ugye nagy múltra tekint vissza. Hát eredmények azok voltak bőven, még mi nem is voltunk, azt hiszem egyesületi tagok, akkor már a drámai csoport, tehát az egyesület drámai csoportja, akkor még tudom, a Lagy Antal vezetésével részt vettek a községi számléken, és itten különböző díjakat nyertek el. Amire nagyon büszke vagyok, hogy nálunk több mint 200 tag van, és itt ebben az egyesületben itt van a nagymama, itt vannak a szülők, itt vannak a gyerekek, tehát mindenki megtalálja a helyét, és ezek a gyerekek, akik itt vannak, már belenőnek, mert a zifi táncosaink is valamikor ilyen kiskorukba kezdték, és olyan nagy lendülettel még ma is csinálják, próbálnak, ők máshova járnak, iskolába, van, aki Szegedre jár, Adára, Becskerekre, és nem tudják összehozni, hogy hétközben próbáljanak a tánctanára, akkor ők megoldják péntökön este, vagy vasárnap délután, képesek 6 óra hosszát is egyfolytában próbálni, föllépés előtt csak, hogy az olyan legyen, amilyennek kell. Adáról jön a Resocki Roland, a néptáncoktató mester, én nyugodtan mondhatom mesternek, tudomásom szerint nagyon nemrég kapott rangos díjat. Azért még szeretném itt megemlíteni, ő előttük a vajdasági magyar néptáncoktató képzésen volt 2 jelöltünk, egy testvérpáros, a Janován Henrietta és Janován Flórián. Henrietta már azóta, hál' Istennek, férjhez ment, én már nincs a faluba, neki kettőknek is nagyon sokat köszönhet az egyesületünk és a néptáncosaink. És helyi szinten milyen ünnepségeken szoktak fellépni a hagyományőrzők, a néptáncosok? Szoktuk ünnepelni hűségesen a Magyar Kultúra Napját, azután nőnapi kocintót szoktunk tartani, azután majális szoktuk tartani, azután van az arató ünnepség, az idén volt a jubiláris 20. Igen. És hát ugye, ha már 20-nál tartunk, augusztus 20-án is gondolom fellépnek. Augusztus 20-án nem igen szoktunk, mert olyankor van a falu búcsú. És akkor ugye ez a falu májuk idős, tehát a fiatalok, a családok máshol vannak, vagy külföldön, vagy vidéken, és akkor mindenkinek van vendége, otthon el van foglalva, hanem az idén is úgy csináltuk, hogy augusztus 27-ére tettük a Szent István napi ünnepségünket, amelyen részt vettek a kikindaiak, meg a telécskaiak. Azért örülök, hogy a telécskaiakkal sikerült megszervezni, mivel Telecska Szajániakból települ. Igen. Ezek azok a rendezvények, ahol természetesen ugye terítékre kerül a szajáni birkapörkölt, amit most mi is elkészítünk. Erzsi néni, ugye minden finom ételnek az alapja a jó hagyma. Így van. Azután a hozzá való jó hús. Hát, minél öregebb a birka, annál jobb, de azért én méretlen húsból szeretem, most is azt mondom, ez hogy... mit jelent? Hát az, hogy az egész birka benne van, nem tudjuk, hogy hány kiló bufő. Nem így, hogy 3-4. Most ezt tudom, 3-4 kiló itt ennek a közösségnek az semmi kevés. Erzsin is szokta főzni a legjobb birka paprikást a településen ünnepekkor.
rendezvényeken, sőt, ha jól tudom, versenyeken is. Versenyeken is, lakodalomban is. És versenyeken is már díjat is kapott érte. Versenyeken is, kaptam második díjat, első még nem lettem, második díjas, már lettem kétsző is egymás után. Magyarországon is. Hogyan lett maga a falu szakácsa? Hát nem is tudom azt onnan kell kezdeni. Hát voltam én már külföldön is, mint szakács, dolgoztam Németországba. Hát meg öreg anyám is szakácsnő volt, meg a nagynéném is, úgyhogy már vittek magukkal a lakodalomban, nem a nagy valaki voltam én akkor még, de hát mosogatni, mikor elvittek, mikor nagylán voltam már, aztán akkor is az rám ragadt ez. Milyen jellegzetes ételek vannak még, amit csak a településen készítenek ilyen ünnepkor? Hát már most annyira változik ez a... Ezek a dolgok, hogy a régi, hát a tyúk, az, ami maradt, a tyúkleves, az ami a biztos. Hát aztán mi van még? Hát már annyira változik a dolgok, a disznókból, amit el lehet készíteni, a fasírtok, a zódalas, az, amit követelnek a... Főleg lakodalomban. Főleg lakodalomban. De birka nélkül se bonyolódik le azért, mert az fontos. Nézzük akkor, hogy készül ez a híres szajáni pörkölt, amit mindenütt keresnek, főleg, hogyha valamilyen fesztivál vagy verseny van. Hány kiló húshoz hány kiló hagyma dukál? 6 kiló húshoz megy 1 kiló hagyma. Lila hagyma? Nem, most ilyen lila hagymát darabolunk, de mindegy, hogy melyik fajta. Mindegy, hagyma, hagyma. Erzsi néni használ-e valami külön fűszert, amitől jellegzetes lesz, hogy ezt biztos, hogy maga készítette? Nem, nincs olyan borsó. Egy kis babérlevél, hát olyan különös nincs benne, hogy megmaradjon az eredeti birka. De azért nem érződik rajta, mert ugye nagyon sokan azért nem szeretik a birka paprikást pörköltet, mert ugye azt mondják, hogy érződik rajta. Na hát az attól is, hogy kell elkészíteni. Hogy van fő, az indulás is fontos. Az, hogy láttam már másokat, hogy azok mit csináltak. Azt csinálták, hogy sutya leöntöttek egy kis vizet, vagy többet. Hogy ne kelljen már annyira dinszölni. Az a legfontosabb, hogy a hagymával együtt tehát a dinszölődjön, az ereszt magának ez a hús annyi levet, amennyi oda kell. Amennyi magának kő. Vizet soha nem szoktam aláönteni. Az nem. Akkor már meg is van a titok. Az már akkor azt mondják, az már gulás. Nem gulás főzünk. Pörköltet főzünk. Itt a kettő közt a különbség. Ide. Így alulra, van egy kis zsír is téve, az majd aztán eresztez magának annyi zsírt, amire fontos. Annyira nem zsírozzuk agyon, csak épp az üstödbe kenjünk. Így. Azt rakunk egy réteg, akkor így aztán a hagymát. Ennyi. Borsot. Sokat, csak így. Meg aztán még a sót is így kézzel, jó? Ez is így rétegezve lesz akkor. Igen, így mindent. Akkor az biztos annyi elég, ezt utólag nem hiszem, hogy kő. Így. Ennyi, még egy réteg lesz. Hagyma. Most megint a... Hagyma. Hagyma. Bors. Egy kicsit később azért még kap egy-két babérlevelet. Majd ahogy kavargassuk, az ereszt magának levet. És készre föl. És kész. Utólag már majd, mikor úgy érezzük azt, hogy a háromnegyedig meg van főve, akkor rakunk rá paprikát. Jó. Elkészült a híres szajáni birkapörkölt. Jó étvágyat kívánok hozzá! Elkészítése. Kevés zsírra rétegezzük az elkészített húst, a hagymát, sót, borsot. Hagyjuk, hogy levet eresszen, közben folyamatosan kevergetjük, majd amikor kezdi elfőni a saját levét, akkor öntünk rá vizet. Mikor kezd puhulni a hús, rátesszük az őrölt piros paprikát, és még 10 percig főzzük. Az elkészítési idő 4 óra. Bácsinak ezt tetszik.
Ez egy jó csapó volt. Hányas? 212-es? Első is, nem állunk. Egy ja, első. Na. Anti bácsiról úgy tartják itt a faluban, hogy amivel belekezd, azt maximálisan megcsinálja, véghez viszi, és a legjobbat hozza ki. Így volt ez, amikor drámai rendező lett, vagy rendező lett, de hogyan jutott közel a színpadhoz, és hogyan adta át ezt az unokájának? Gyermekkoromban szerettettem meg, tanító néni szeretett meg, és pillanatok alatt Sárközi Sándor kántor úr fölfigyelt rám, és 1952-ben meghívott, hogy szeretnék-e játszani a felnőttek csoportjába. Akkor a felnőttek csoportjába lettem 52-be, és ebben a darabbal első egy helyet nyertünk Kikindán. Azután én, mivel hogy nem tudtam se énekelni, se danulni egyáltalán, és akkor én mindjárt a rendező magához vett, és ő mind segít. Technikai rendező lettem, és mind rendező mellette. Mikor ő nem jött, akkor én ott voltam és vigyáztam. És akkor jött a Halsány Ilona néni, tanítónéni, az akkor ugyancsak magához vett, és dolgoztunk is 2-3 évet, több színdarabban. Na most az utolsó színdarabban egy nagyon nagy baj történt, mikor ő elesett, és ő betegségében nem lett, és elhúnyt. És akkor 2 hét volt, hogy le kellett volna, hogy adjuk az előadást, amivel készültünk, és én magamra maradtam. Ekkor történt az, hogy most már nem mint technikai rendező, és nem mint technikus, hanem mint rendezőre léptem. Ekkor írták ki a plakátra, hogy Nagy Antal rendező. Most a Tamás bátya kunyhója mikor volt, mert mentünk a Tamás bátya kunyhójával, utána jött a Kié a gyerek. Na most a Kié a gyerek, ennél itt ezt 11-szer adtuk le, 11 helyiségbe adtuk el, és Szajánban itt 3-szor leadtuk. Tehát ez volt a legtöbbször látott. Ez volt a legtöbbször látott. Na most itt volt az, hogy már mikor hogy akartuk leadni, na akkor ugye voltak olyan 2 fiatal süttyó gyerekek, akik hát Anti bácsinak egy kicsikét, hogy hát jó van, majd idegesítsék, és akkor ugye fönt voltak a színpadon, közben ment a színpad, és akkor egyszer csak a szöveg közt azt mondták, mit akar ez itten? Ezzel a 3 tánciskolával ő akar minket tanítani. Hát miért? Mi az, hogy 3 tánciskola? És hogy miért ez a 3 tánciskola? Az azért volt, mert 3-szor jártam tánciskolába, mivel volt fülű voltam, és nem tudtam megtanulni, táncolni. Ezeket a sztorikat mesélgette otthon? Én jó pár szó hallottam. De így lett az, hogy megszeretted a rendezést, és te is Nem egészen, mert volt egy köztes rendezőnk itt Öregapám és én köztem, a Lábadi Tibor, a Tajtó bácsi, az 4 vagy 5 éven keresztül rendezett itt, és ő húzott be engemet, hogy szerepeljek. Jobban a szereplés kedvelem inkább, mint a rendezést. Nagyapa azért szokta nézni, hogy rendez az unoka? Hát igen, lopva sokszor, amikor ő nem is vette észre, de különben meg nem szoktunk tárgyalni, és nem szoktam egyáltalán neki mondani, hogy vagy mint van, csak mindig annyit mondtam neki, hogy amit ti elképzeltél, ti azt vidd is véghez. Tehát abból ne hagyd, tehát ami a száz legyen. Ennek köszönhetően egyébként, igen, hogy mindent ilyen maximálisra emel, és maximálisat kihozza az emberekből, még ezt így meg is hálálták egyébként önnek, ha jól tudom, akkor egy nagyon szép kitüntetést kapott. Igen, vannak több kitüntetésem, vannak a falu részéről kitüntetésem is, vannak a kulturálról is kitüntetésem, elismerésem is van. A falu részéről is kaptam sok elismeréseket, mert nem csak a kultúrával dolgoztam, hanem a falu területén a másik részről is. Ott elkezdtem a Béradástól, tehát a Vöröskereszttől, a könyvtártól, a könyvtárnak az elnöke voltam, itten 8 évig a szövetkezetben a könyvtárt megalakítottam, akkor aztán jött gondolom a Szocialista Szövetségnél, jött a munkások védelme, jött sorba, gondolom minden.
hogyan tovább? Ugye itt már adatott egy felső vonal, sok-sok éremmel, kitüntetéssel, elismeréssel. Nem tudom, én annyira nem a kitüntetésekre hajtok. Én ezt azért csinálom, hogy a népet szórakoztassuk fel, hogy azt mulattassuk. Na most, ha kitüntetés... Mik a visszajelzések egyébként? Hát eddig az első szerepemben nagyon meg voltak elégedve. Most én attól félek, hogy avval értem el a maximumot, és innen most már csak lefelé lehet menni. Na, nagyon igyekszek most a következővel, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Lehet már tudni, hogy mi lesz a következő? Igen, a Mark Emeletti-től a leszállás Párizsban, az egyik, a másik pedig Kéri Ferenc-től a Helén és a Tehén, ahogy gyalog, mint balog. Milyen közelebb? A komolyabb, vagy inkább a vígjátékosabb? Úgy kezdem akkor, hogy a nevünk megmaradt drámacsoport, de még én leszek a rendezői dráma nevhez játszva, úgyhogy maradunk csak a komédián. Legfeljebb a színfalak mögött lesz dráma, valaki nem azt a szerepet kapja meg, amit szeretne. Így van. De itt helyben milyen sűrűn lehet látni például egy-egy előadást? Hát ritkán. Van két nagyobb ünnepség itt nálunk, azokon szokott lenni előadás, meg esetleg, hogy ilyen vendégszereplésre jön valami, meg mi évente egyszer vagy kétszer lépünk fel. Pedig a Anti bácsiról köztudott, hogy és hallhattuk is, hogy mennyi mindennel foglalkozik, így majd egy kicsit később áttérünk azért erre a tűzoltóságra is, hogy hogyan került a tűzoltóság közelébe, na, és ugye hát ott még mindig tiszteletbeli elnök, ha jól tudom. Igen. A település lakosai nem csak hogy összetartóak, hanem nagyon sokoldalúak is, hiszen többen az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, így Anti bácsi is, mint kiderült már, valamint a polgármesterünk, sőt a szakácsnénink is, de megtudtuk, hogy a gyerekek is nagyon szeretnek ide jönni, tehát az utánpótlás az megvan, de nem most indult a tűzoltóság élete, úgymond itt a településen, hanem szintén azért korábbról tudjuk azt, hogy már létezik. Igen, 1911-ben az őseink, az elődeink ugye megalakították az önkéntes tűzoltó egyesületet, amit látták itt a képen, meg is van a Heresbacher atya a vezetésével és a vezetőségi tagokkal, és onnantól kezdve itt állandó jelleggel működik ez az önkéntes tűzoltó egyesület, és nekünk még azóta, miután mink vezessük itt a tűzoltó egyesület az utóbbi 40-40 annyi évben, azóta pedig a fő célunk nem csak ezek a versenyek, hanem a tűzvédelem. A tűzvédelem az a lényeg, és mindig azon munkálkodunk valami okkal, móddal, a helyi közösséggel karöltve, az elnökséggel, a mostani elnökkel, polgármesterrel, hogy valamiképpen a felszerelést és a tűznek a megelőzését megszervezzük nyár folyamán, azaz aratási őrséget szervezzünk, a kombájnokat átnézzük, mielőtt aratás van, a traktorokat átnézzük, és akkor, és ha tűz van, mivel mostan vannak már ezek a professzionális tűzoltók, akik állandóan készenlétben vannak, de viszont itt elég messze van a Szajánhoz, vannak az a 20 km-re, 18-20 km-re, és mi mindig kibírunk érni hamarébb, ha nem is teljes csapattal, vagy teljesen a kamion felszereléssel, de viszont megbírjuk előzni, vagy pedig szükség esetén jelentsük, hogy mit kell, hogy még hozzanak, vagy ne jöjjenek, vagy elmasuk. Mi az, hogy teljes csapat? Hány főből áll egy csapat? Egy csapat 10 főből áll, azaz 9 és a parancsnok, és megvan, hogy ki parancsol, és aztán kik vannak azok a legények, akik végrehajtik ezt a parancsot, azaz kik vannak a sugárcsőn, kik vannak a motorházon, kik vannak a tűzoltáson, persze, mindenkinek a beosztása szépen megvan, amit gyakorolunk versenyek alkalmával, és azaz bemutassuk, hogy ki az ügyesebb versenyek. De hát azért ezekhez kell parancsnok is, persze, aki levezényli ezt az egészet. A Szajányi ketten vagyunk jelenleg, az elnökön kívül, aki parancsnok. És ha jól tudom, ön foglalkozik a gyerekekkel? Igen, én foglalkozok a gyerekekkel, már több éve én tanítom az utánpótlást, a kicsiket, a gyerekeket. Ez jó hír egyébként, hogy van utánpótlás. Anti bácsi idejében is volt utánpótlás? Volt, igen. Tehát mindig meg volt, nem kellett mindig erőszakoskodni, volt, hogy valaki jöjjön. Nem kellett egyáltalán. Majdnem a falunak minden része részt vett a tűzvédelemben, és itt lehet az, hogy már bizonyos attól a 60-as évektől erre gyermekgyújtás nincs.
Tehát itt van az a munkánk. Itt van a munkánk. De volt-e nagyobb tűzeset már, amihez kirendelték önöket? Akár a településen, vagy a környező településeken? Igen, volt tűzesetünk, mégpedig a kikindai, a hivatalos tűzoltóság, Kikindán volt nagy tűz, és beledőttek bennünket, hittak, hogy menjünk. Mondtuk, hogy jelenleg nincsen kamionsofőrünk, akinek meg van rá az engedélye, dolgozik. Azt mondták, nem baj, aki tudja hajtani, menjünk. A rendőrség ment előttünk, és vittük a kamionnal, mentünk tüzet oltani. Viszont ahhoz, hogy ugye a tűzoltó tüzet tudjon oltani, hát kell egy felszerelés is. Nézzük meg, hogy miből áll ez a felszerelés. Látom, hogy elkészítettek már egy-két dolgot. Nem tudom, hogy kezdjük a kabáttal és a nadrággal. Ez a kabát, ez olyan, meg a nadrág, hogy ez tűzálló, vízálló és hőálló. Úgyhogy ha... Kipróbálom, ha nem baj. Persze, majd mindjárt csak a nadrágot most nem próbáljuk ki, de a kabátot azt kipróbálhatjuk. Az, ahogy mondtam, ez három részből áll, majd meglássa, nehéz súlya van neki, hát de mint ahogy mondtam, igen, tűzálló, hőálló és vízálló. És igen, körülbelül még háromszor beleférek, igen. Ez nem az én méretem, hát de valóban nehéz. Igen. Fényvisszaverő. És ezt tett, mikor felhúzta a tűzoltó, előre csizmát, minden ilyesmit, amit én nadrágot ő nem húzott fel, akkor jön egy ilyen ővféle, az az őv, az a szükséges, hogy erre rábírja akasztani a felszerelést, a zseblámpától kezdve a sisakot, meg a hasonló dolgot. Hát nézzük, körbeér, biztos vagyok benne. Körbeéri. Gyakorlatilag mennyi idő az, hogy egy képzett, levizsgázott tűzoltó beöltözzön? Hát sajnos ez idáig elég sok percet vett igénybe, az a több 5-6 perces időt, de viszont most mivel már kezd, elég felszerelésünk, hogy van szükséges szerint, ahány felnőtt tűzoltónk van, vizsgázott tűzoltónk. Most szeretnénk kialakítani egy olyan öltöző helyet, ahol név szerint föl lesznek rakva a ruhák, a csizmák, hát, megszólal a sziréna, és azt a ruhát csak azt a személy veheti föl, akinek a neve ott szerepel. És az a gyorsaságot kapunk. Tartozik? Hát ehhez föl lehet akasztani, ahogy mondtuk, a csárkányt. Például, hogyha viszi, hogyha valamit ne egy Isten kikőlve feszíteni, vagy valami. Oda, akkor ide. Nem, jó, most nem vagyok balanszban. Sugárcső van többfajta, azt is felbírja, hát a súlyban nem lesz balanszban egy kicsit, de hát ezt viszont el kell bírni a tűzoltónak, hogyha osztófejed, meg amit a parancsoktól kap, hogy időközben ő neki azt kell vinni. És aztán... Eddig azt hittem, hogy semmi nem lesz nehezebb a kupuszini népviselettől, ez most már túlhalad. Jaj! Régen voltak még ez az alumínium sisakok, most újabban már vannak plastikák, meg fejhez állítóak, hasonlóak, de ez a legrégibb, ami nekünk van még a régi Jugoszláviában. Köszönöm, így már nem is egyébileg. Tehát akkor ezt fogja, amikor elkapja, és akkor kell tüzet oltani a parancsszer, hogy eddig jutottunk el. És ezt a sugárcsövet, ezt még lehet állítani. Az, amit itt szükségtelen most feltett, van bizonyos állítások rajta, amit a tűznek, vagy tehát milyen tűzről van szó. Szét szabad fújni, nem szabad fújni, porlasztani kell, fújtani kell, minden. Ez minden feladatok megvannak ezen a fejen. Bocsános, és van minden. És van még maga egy... még nagyon kért valamit. Egy ilyen... Tessék, akkor ezt is elkapi. 20 liter víze. Teletöltve. Csak most nincs benne víz. Nincs benne, hát. Ezt köszönöm, hogy nincs benne 20 liter víz. És akkor ezt... 20 liter víz, de kisebb tizenkoltásra. Ebben bírok pumpálni a vizet. Most, ha vagy, csak akkor elmegyünk, megnézzük a többi felszállítást, ami motorizálva van. Úgy tűnik, időközben megérkeztek a gyerekek is. Nézzük, mit csinálnak. Nem,
hát nem kalappal előttetek. Ki gondolta volna, hogy a néptáncos lábakból ilyen fürge lábak lesznek, amikor tüzet kell oltani. Mit csináltatok az imént? Ez egy ilyen edzés volt? Igen. Rendszeresen így néz ki, amikor edzetek, vagy ez különösen egy típusú edzés? Így néz ki. Így néz ki. Mondjátok el, hogy mit csináltatok, mert azt láttam, hogy így sorba álltatok és engedélyt kértetek. Hogy sorba álltunk, azt elmondta a komandira a szövegét, és aztán felálltunk, és aztán vittük a vödröt, és beállítottuk a Brent a csába, azt leütöttük az üveget. Ez a lényege neki, igen, hogy ti azt a üres üveget onnan lelőjétek vízzel. Ez miért jó? Ezzel mit tanultok meg? Célozni? Igen. Igen. És mióta vagytok tűzoltók? Illetve hát ugye növendékek. Én 6 éve. 6 éve. Én 3. 3. Ez igen. És szeretitek csinálni? Igen. Vizsgázni kell, vagy már levizsgáztatok? Még. Vizsgázni fogtok meg. Igen. És utána tűzoltók? Igen. Nagykorotok mind a ketten. Hát ez nagyon szép. Milyen sűrűn van nektek ilyen edzés? Nyáron, pénteken meg kedden. Pénteken meg kedden. Igen. Van. És így mindig vegyesen, tehát fiúk, lányok együtt. Igen. Egymás ellen szoktatok versenyezni? Így készítitek fel magatokat a másik versenyekre? Igen. Tehát így egy fiúk, lányok ellen. Kik az erősebbek? Lányok. Lányok az erősebbek, tényleg? Igen. Akkor további jó edzést, és sok-sok díjat kívánok nektek, meg hogy minél előbb levizsgázzatok, és nagy tűzoltók legyetek. Köszönjük! A Déli Báb hagyományápoló és természetbarát kör székhelye a helyi tájházban van. Mióta működik a Déli Báb? Hát a Déli Báb 1992. november 17-től működik, és hát azt el kell, hogy mondjam, hogy nem én voltam a megálmodója ennek a tájháznak, hanem a B. Varga Viktória, aki itt nálunk a Szajáni óvodában óvónéniként dolgozott. Tehát ő indította meg. Volt, igen, az egész. Nehéz volt összehozni egy ilyen tájházat? Tehát ugye a ház, az épület az adott, viszont a berendezéseket, azokat mindig úgy kell összeszedni a település lakóitól. Hát igen, azt úgy szerveztük, hogy mindig így van a Szajánnak, a helyi közösségünknek van egy nagy hirdető táblája, és itt kiírtuk, hogy gyűjtést szervezünk, és akkor mindenki lelkesen, akinek volt ilyen, ha úgy mondjam, kidobni való régi bútora, sorolhatnám, asztalok, ami székek, stb. Ami egy tájházban található. Igen, ők azt nekünk mindig ajándékozták, és mi meg, ugye megvigyázzuk itt őket, festegetjük, tisztogatjuk. A tájház mennyire látogatott tehát a helyiek szemszögéből is, hogy ők eljönnek-e, szétnéznek-e, megnézik-e, hogy itt van-e, ki van-e téve az, amit adtak, és természetesen mások által látogatott-e? Hát sok eset volt már olyan, hogy mondjuk egy... Például Lukics János néni adott egy abroszt, és akkor szeretném meglátni, hogy na igenis megvan-e, meg hogy tartsuk kivasalva, kikeményítve. Igen, helyiek is nagyon nézik a tájházunkat, de hát turisták is jönnek. Angliából is voltak, Franciaországból is, Németországból is, Magyarországról nagyon sokat jönnek, mert hogy általában itt átutazóban vannak, igen, és akkor sokszor-sokszor megállnak. És ugye említettük, hogy ez a tájház, ez egyébként a hagyományápoló és természetbarát kör egyesületnek a székhelye. A hagyományápolók mivel foglalkoznak? Hát a hagyományápolók, ugye hát azt nagyon jól tudjuk, hogy mindig van a húsvét. Aztán ettől van az, hogy szervezzük a húsvéti népi játékokat, ami mindig virágszombaton van. És akkor ilyenkor gyerekek, iskolások vesznek részt, vetélkedőkkel, az egy egésznapos program, amikor tojásokat festenek idősek, gyerekek,
sőt nyuszikat is készítünk papírból, különféle anyagból, és azt kiállítsuk, díjazzuk. Aztán ugye van a kenyérszentelő, mert azt ugye tudjuk, hogy a zaratás mikor van, ugye júliusban, és akkor az új buzából süssük ugye a kenyeret. Ez ugyanúgy egy egésznapos program, csak annyi, hogy nem gyerekek kiállítanak, hanem idősek, különféle hagyományos kalácsokat sütnek a régi nagymamánk idejéből, és azokat is ugyanúgy díjazzuk. És mitől természetbarát kör? Tehát mivel foglalkoznak még? Hát sokszor kinézünk a természetbe, a másik pedig van itt egy nekünk egy örökbefogadott fánk, több mint 150 éves, egy régi bácsi ajánlotta nekünk, más sajnos már nem él, ajánlotta nekünk ezt a fát, hogy fogadjuk örökbe, nagy valaki kivágja. Na most mi ezt, mondom, egy 5 éve meg is csináltuk, az egész déli bábos tagjaink a gyerekekkel kimentünk, csináltunk egy fából egy nagy táblát, rászögeztük a fára, hogy ez a fa nem szabad, tehát nem szabad kivágni. Tehát van gazdája. Körbekerítettük, igen, mert hát sajnos itt nálunk nagyon sok az olyan ember, aki most nem mondom, hogy szegényebb, de kivágja a fát, mert hát tűzre való, ugye ez kell télire. De ezt a fát, hála Istennek, ezt nem bántsák, úgyhogy ez most a mi tulajdonunk. És hát látom, hogy azért itt vannak egyéb termékek, amiket gondolom, hogy a fiatalabb tagok készítenek. Hát igen, mert kézműves táborunk is van, amit általában június végén, július elején tartunk meg, ez egy egyhetes tábor, szintén gyerekekkel, ugye. Itt van, a mi gyerekeink vannak az iskolánkból, óvodából, és itt is szoktak részt venni, ugyanúgy külföldről is gyerekek, magyarból, sőt volt még németből is, nem régen egy kislány. És akkor minden napra be van osztva, hogy mit csinálunk. Tehát üvegfestés, gyöngyfűzés, karkötőfonás, varázs, tehát mindent csinálunk. Agyagozás. Agyagozás, igen. Hány taggal dicsekedhet a déli báb? Hát 21 aktív taggal. Na most hozzá kell rakjam, ugye, mert szerintem majd nehogy szó érje a ház elejét, hogy a férjeink is ugye tagok, meg a gyerekeink is, és akkor úgy olyan 70-en körülbelül. De azok a tagok, akik nálam vannak, az az Adi Enrébe is tag, meg a tűzoltóknál is, meg a horgászoknál is, meg a Kolping Szövetségbe is. Tehát lényegében, ha azt mondom, hogy ez a 70, legyen 80 aktív tag, ez mindenhol mozog, és akkor hetenként, nem tudom én, be van osztva, hogy most a déli bába csinálunk valamit, akkor a Kolping nem csinál gyűlést, vagy mondjuk fordítva, úgyhogy ez mindig így működik. A műsor elején hallhatták, hogy Szaján település szomszédságában Wilhelminfeld települést egy éjszaka alatt a lakosság 90%-a elhagyta. A településről fennmaradt több mint 160 éves iskolát pályázat útján tervezik felújítani, amely majd közösségi házként fog szolgálni. Sok egyéb mellett Szajánban működik a Kolping család is. De mit fedez a név? Mi ez a Kolping család? Kolping család az egy humanitárius munkát végez. Úgyhogy, mint most is, ahogy a gyerekek itt nagyba disztik a mézeskolácsokat, amely majd csomagokba fogjuk. Igen, ez egy program. Fogjuk majd beletenni. Ugye említette, vagyis hát a névben is benne van, hogy család, Kolping család, tehát ez a településen belül egy nagy család, több taggal rendelkezik? Igen, ez egy nagy család, ahol 60 tag van, igazából 40 aktív tag, a 20 az néha úgy eljön, néha nem, és...
És ebben benne van ugye a gyerekek is, az idősebbek is, bárki, aki jelentkezik önöknél, az tagja lehet a csapatnak? Igen, lehet tagja. És milyen egyéb elfoglaltsága van egy ilyen családnak? Hát farsanga, ilyen farsangi fánkokat készítünk, gyerekek jelmezekbe öltöznek, utána van a húsvéti találkozók, ott is készülünk, a gyerekek tojásokat festenek, ilyen különböző karcolás. Tehát azokat mondjuk mind itt tanulják meg, itt igen, készítik igen el. És egyébként ilyen különböző tanfolyamok, vagy valamiket szerveznek, persze, amivel még plusz ugye fejleszthetik a gyerekeket, vagy akár a felnőtteket? Igen, szoktunk ilyen, mostan éppen fodrász tanfolyam van, ami a vidéki nők alkalmából igen rendezünk. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan tanfolyam, amit hogyha elvégez egy vidéki igen nő, akkor utána szakmát kap a kezébe, tehát igen, papírja igen, van arról, hogy... Igen, decemberben kapnak bizonylatot, hogy be van fejezve. És eddig milyen ilyen szakmákat sikerült megtanulniuk? Hát mondjuk volt német nyelv, akkor számítógép tanfolyam, akkor voltak ilyen különböző, most van ez a fodrászat, itten Szajánba, Padin, vagy... Igen, tehát a padén van betegápolás csókán, mondjuk rá varázs, beodrán, meg ilyen kézmunka. Igen. Turizmussal is foglalkozunk, úgyhogy ha valakinek erre jár az útja, itt is bír lenni. Tehát akkor ebben is tudnak segíteni, hogy hova menjenek, mit nézzenek, meg mi a fontos a településen. Hogyha például valaki jelentkezik önöknél, hogy van egy csomó van egy csomó játék otthon, amit már a gyerekek nem használnak, azt önöknek oda tudják adni? Tudnak vele mit kezdeni? Igen, ide tudnak adni, mi azt elvigyük a templomba vagy. Tehát megvan, esetleg... hogy hova jut tovább igen az, amit gyűjtenek. Honnan indul ez a Kolping család? Kolping társaság ez igazából Németországból Adolf Kolping kezdeményezte. Ő egy cipész volt, aki nagyon rossz élete volt, körülményekkel volt, és ő utána tanult papnak, és onnan indult az egész, hogy akkor kezdett is segíteni a szegényeknek. Tudod, gyakorlatilag segített. Akkor az ő nevét viszi ez a így van család. Kincsesládánk végéhez érkeztünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, legközelebb is tartsanak velünk itt a Pannon TV műsorán. Addig is látogassanak el Facebook oldalunkra, ahol még több érdekességet találnak a műsorról. Viszontlátásra!